sziasztok! Ez itt a Walker Bazárnak az oldala. Bizony! És én is itt vagyok. Örülünk neki, hogy itt vagy, Kerekítő Manó. Gyere csak! Jövök, jövök! Hí! Nézzük meg, mi van a varázsbőrönben! Megnézzük a gyerekeket is. Biztos nagyon érdekli. Lássuk csak! Na hát! Kerekítő Manó, vigasztalói. Hát ez meg mi? Ebben nagyon érdekes varázsló mondókák vannak, meg gyógyítók. Tényleg? Hát erre kíváncsi vagyok. Mi is. Kerekítő Manó, gyere csak! Mi ez a pöttyös zsebkendő itt a zsebinek a háza körül? Hát ez volt a lábán. Bekötöztem tegnap, mert fájlalta. Igen, valami baj érte? Igen, beütötte a szalmába. Hogy? Hallottátok ezt, gyerekek? Zsebi beütötte a lábát a szalmába. Igen, így mondta. Kerekítő Manó, te értesz a kutyák nyelvén? Beszéled az állatok nyelvét? Nem beszélem. De azzal az állattal, aminek a barátom, például Kacska-macska, meg Zsebi kutya, azokkal bizony tudok beszélgetni. Igaz, csak suttogva mondta ezt a szalmás esetet. Mik vannak? De már egész jól van, én is úgy látom. Bizony. Na, de biztos, ami biztos. Elmondok neki egy gyógyító mondókát. Ebb csont kutya háj, ha meggyógyul, már nem fáj. Ebb csont kutya háj, ha meggyógyul, már nem fáj. Oda nézd, hát már tudja használni a lábát. Jaj, de jó, Zsebikém, meggyógyultál. De örülök neki. Ti is vigyázzatok magatokra. Bizony. Sziasztok. Jók legyetek. Zsebi kutya már gyógyuló félben van, de esténként még fáj a lába. Alig tud elaludni. Forgolódik. Ezért eljöttünk a gyógyítóasszonyokhoz, Emeséhez és Krisztinához. Gyógyhüvekkel és dalokkal gyógyítanak. No, akkor lássuk csak, melyik mire jó. Itt van a kakukkfű, ez köhögés csillapító és immun erősítő. Bevere. Málna levélkét ajánlok hasmenésre, hasfájásra. Ezt a gyönyörű szép napsárga virágot, ami a nap erejét őrzi, ezt kedélyjavításra, és az olaját lábfájásra. Ha nem tudsz elaludni, akkor pedig leventulát tégy a párnád mellé. És hozzá egy mondóka. Levendulla levele, itt a gyógyszer bevele. Ha fáj a torkod, akkor ajánlok egy teját apró bojtorjánból, cickafarból és kígyószízből. Na hát, és halljuk a betegség üző dalokat is. Oh!
gyerekre. Csodálatos volt. Köszönjük. Köszönjük. Zsebi már teljesen meggyógyult. Bizony. Azt mondja, hogy már semmije se fáj. És jól is alszik? Megkérdezem. Igen, remekül alszik. No hát, ennek örülünk. Hogyha ti is megbetegednétek, akkor a tenyérkékbe ezt mondogathatjátok. Áspis, kerekes, úti füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs. Másik tenyérbe is. Áspis, kerekes, úti füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs. Kipróbálhatjátok a hátukon is, vagy a talpukon. Áspis, kerekes, úti füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs. Amint láttátok, Zsebi kutya teljesen felépült a gyógynövényeknek köszönhetően. Vidáman futkos a kertben. Bizony, bizony. Úgyhogy zárul már a varázsbőrön. Szervusztok! Jó egészséget kívánunk nektek is. Sziasztok!